Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Lassan már vége a télnek is, vége februárnak is. És már ti is túl vagytok legalább két nemzetközi versenyen, mind az utánpótlás, mind a felnőtt válogatott. És ez már csak azért is érdekes, mert ugye évvégén ugye a Magyar VTF Taekwondo válogatott, ugye elveszítette korábbi vezetőedzőjét, és most ugye ebben az évben ugye egy teljesen új vezetőedzővel, Galambos Bencével vágtatok neki. Ez igaz. Tehát túl vagyunk egy-két versenyen. Hogy muzsikált a csapat az új vezetőedzővel? Örömmel jelenthetem, hogy törésmentes volt az átmenet. Tehát hozzá kell tennem, hogy Tóth Balázs az előző válogatott vezetőedző és Galambos Bence között az együttműködés azért már korábbról datálható. Mind a ketten nagyon jó szakemberek. Bence sokkal fiatalabb, mint Balázs. Kevésbé rutinos versenyzőként kevesebb eredménye volt, és edzőként is még jóval, tehát 10 évvel fiatalabb, mint Balázs. Ezzel együtt már 3-4 éve ő az utánpótlás elsőben a kadettekkel dolgozott az egyesületében, a Gold Stars esében, és remek eredményeket ért el. Tehát kiváló tehetséges gyerekek jöttek onnan ki, akik közül Józsa Levente tavaly már a Kadett Európa bajnokságra egy bronzérmet hozott, de nagyszerűen teljesített a G-s versenyeken, ezek az olimpiai kvalifikációs világranglista pontszerző versenyek nálunk. Tehát azt kell mondanom, hogy nyugodtan, könnyedén mentek át a versenyzők az egyik edzőtől a másik keze alá. Persze óhatatlanul azért a régi edzővel való kiváló kapcsolat az tehát vagy hagyott nyomot bennük az, hogy ez a váltás bekövetkezett, az, hogy miért, arról már beszéltünk, ne elemezgessük a múltat, előre tekintsük. Már mindenki megtalálta maga helyét, ahogy tudom. Úgy tűnik, hogy mindenki megtalálta a maga helyét. Az eredmények, ahogy említettem, ismét nagyon jók voltak. Tehát ha azt vesszük, akkor ez a két verseny, amit említettél, ez a klubcsapat Európa-bajnokság és a nyílt török bajnokság volt. A klubcsapat Európa-bajnokság egy G1-es besorolású verseny, a török bajnokság G2-es. Uh-huh. Most ezen kívül azért elindult az UTE csapat a nyílt német bajnokságon, még január utolsó előtti hétvégéjén, ahonnan azt hiszem, hogy egy éremmel sikerült hazajönniük, tehát elég idény elejei formát mutattak. Hozzá kell tenni, hogy egy kicsit átalakult az egész verseny szisztémája a sportágunknak.
szinte már 12 hónapos versenyidőszak uh-huh. van, tehát alig-alig van pihenő. Bocsáss meg, de ezt ki fogja ezt finanszírozni? Ez egy jó kérdés. Hát próbáljuk mi szövetségi szinten természetesen, a klubok is besegítenek, és hát a szülőknek hogyha is meg kell. Hogyha a klub megy, például az Újpestet említetted, abban az esetben akkor ott a klubnak kell állnia, ott, vagy ott is a, nem, várják ott a szövetségtől? Nem. Hát ott a klub biztosítja az utazási feltételeket, ami ahova válogatott utaz, oda a szövetség biztosítja a költségek jelentős részét. Ez most azért egy kicsit egyszerűbb, mert erre az évre nagyságrendekkel komolyabb támogatást kaptunk. Többek között a 2024-es budapesti olimpiai pályázat kapcsán is a sportág fejlesztési programunk erre az évre 130 millió forintos támogatást jelzett a sportvezetés felé, és ezt a 130 milliót, ezt meg is kaptuk, ami egy fantasztikus nagy siker, a korábbihoz képest nagyságrendben tízszerese az eddigieknek. Ezt tegyétek félre gyorsan, mert ugye... Félretettük, ugye, mert valószínű úgy néz, hát, ugye... De hát nagyon szigorúan azért megvan határozva, hogy mire szabad költenünk. Ugye a... Jó, csak az is olyan költséggel bír, megvan határozva, hogy nagyon gyorsan elfogy. Minden nagyon gyorsan elfogy, azért igyekszünk ezt úgy beosztani, hogy jól tudjunk vele gazdálkodni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy amióta én a szövetséget vezetem, soha nem szaladtunk mínuszba, még akkor sem, amikor ennek az egy tizedével kellett gazdálkodnunk. Nem mondom, hogy könnyű évek vannak mögöttünk. Kicsit reménykedünk abban, hogy a következő évek, ha ez a sportágfejlesztési... Most már tudom, miért tudod tartani mindig a versenysúlyodat hosszú éveken keresztül. Megvan rá magyarázat. Igen. Igen. Visszatérve a történetünk lényegéhez, tehát nagyon korán kezdődött a versenyidőszak, az UTE versenyzői kint voltak Németországban, az MTK egyik versenyzője az kint volt a nyílt USA bajnokságon, ami szintén G2-es besorolású, örömmel jelentem, hogy őt meg is nyerte azt. Utána ez február első napjaiba volt, utána már rögtön Törökországba utazott a csapat, ahol, ahogy említettem, a klubcsapat Európa-bajnokság volt az első versenyük, ott két aranyérmet, két ezüstérmet szereztünk. A nyílt török bajnokság, ami egy héten belül volt, tehát öt naponta Tatamira pástra léptek a versenyzőink, ott ismét nyertünk egy aranyat, ha jól emlékszem, egy ezüstöt és két bronzot, tehát lehet azt mondani, hogy jó volt az idénykezdés. Ezek utánpótlás érmek, vagy ebben van felnőtt érem? Ebben van felnőtt érem is, és inkább utánpótlás érem. A felnőtt érem az Füredi Rebeka nevéhez fűződik, aki 67 kg-ban nyílt török bajnokságon ért el egy bronzérmes teljesítményt. Nem akárkit vert meg a negyed döntőben, hanem az azerbajdzsániak olimpikonját, az Azizovát, méghozzá elég magabiztosan verte őt, úgyhogy ez mindenképpen biztató volt. A többi felnőtt versenyzőnek még nagyon idényelei teljesítmény sikeredett, viszont az utánpótlás remekelt, a Luca lányom az három versenyt nyert zsinórba, ő nyerte a nyíltusát, nyerte a klubcsapat EB-be a súlycsoportját, és nyerte a nyílt török bajnokságot. 14 mérkőzést nyert, tehát 5-5 meccse és egyszer egy 4 meccses versenye volt, és 179-27 pont aránya, tehát elképesztően jól indult. De hány éves ő, melyik korosztályban van? 16 és junior korosztály. Akkor még azért még nem lehet a felnőttek közé engedni. De hát tavaly már indult az U21 Európa-bajnokságon. Idén is terve van az U21 Európa-bajnokság mindenképpen. A felnőtt világbajnokság, ami idén esedékes, ez ebben a pillanatban még bizonytalan, de inkább a nem felé hajlunk. Pontosan azért, hogy ne túl korán dobjuk őt be a mély vízbe, ami még esetleg nem a legoptimálisabb neki. Erősödjön bele, és aztán utána, de ettől függetlenül terve van véve idén olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokság, ott már elindítanánk őt. Tehát van olyan felnőtt verseny, és nem egy, nem két felnőtt versenyen fog elindulni, pontosan azért, hogy szokja azt a mezőnyt is. Tehát most jövő hét végén utazik a csapat
jövő hétvégén, nem, e hétvégén utazik Szlovéniában, nyílt szlovén bajnokságra, szintén G1-es besorolású verseny. Na itt ő a felnőttek között fog szerencsét próbálni. És akkor most győzelmet várunk tőle, vagy ne? Hát most ugye, hogy mondtad, azt gondolom, hogy az azért most még túlzás, igen, az junioroknál parádézott, azért a felnőtt mezőny egy picit más lesz. Megnézzük, teszteljük, még azért ilyen felnőtt mezőnyben nem indul. Tehát most azért elkezdjük őt. Ki a kíváncsi rá? Te, vagy éppen a Galambos Bence, hogy mire lesz képes? Luca. Szerintem mindketten egyformán. Mind a ketten egyetértettünk abban, hogy viszonylag kisebbnek tűnő versenyeken, tehát mint ez a verseny, vagy esetleg a lengyel bajnokság, esetleg az osztrák bajnokság, ami egyáltalán nem mutató kicsinek, mert 1800-an indulnak rajta. Tehát, hogy esetleg ezeken a versenyeken kipróbáljuk őt a felnőttek között, csak azért, hogy szerezzen egy kis rutin, tapasztalatot, érezze a légkört, igen. Hogy... És aztán, ha még eredmény is sikeredik mellette, akkor az nem egy elhanyagolható történet, hiszen a G-s versenyek, ugye, ahogy mondtuk, olimpiai kvalifikációs pontszerző versenyek, és tehát már el tud kezdeni Tokióra akár pontokat gyűjtögetni, mint hogy nagyon fontos volt Füredi Rebekánál akkor is titokban, ez. Akkor egy kis, akkor ott van az is, hogy lehet, hogy már talán Tokióra. Hát ideális korban lesz Tokióra, 19 éves, 20. évét fogja taposni, tehát nemhogy nem kizárt, hanem sokkal inkább azt reméljük, hogy addigra beérik teljesen már a felnőttek között akkor ez is. Ez való elvárás is? Nem mondanám, hogy elvárás, nem akarunk túl nagy súlyt se az ő, se a többi versenyző vállára tenni. Meglátjuk a fejlődésüknek megfelelően, reméljük, hogy az ugyanebben az ütemben történik, akkor ez nem fogja őket túlzottan terhelni, de hát itt van a Füredi Rebeka, aki 18 éves, 19. évében van, nagyszerű felnőtt eredményekkel debütált már a tavalyi évben, idén úgy tűnik, hogy ugyanúgy folytatja. Tehát azért vannak az utánpotlásban olyan fiatal tehetségek, akikre 2020-ban már úgy merünk gondolni, és végre a fiúk között is van néhány jó teljesítmény. Végre. Hát igen, végre. Mondjuk a kadettek között a Józsa Levente remekelt, most zsinórban nyert több versenyt is az elmúlt év végén és az év elején is a klubcsapat Európa-bajnokságot fantasztikus teljesítménnyel nyerte, viszont neki az a sorozatterhelés, hogy két verseny egymás után egy héten belül, ez egy picit sok volt, és a nyílt török bajnokságon már nem tudta ugyanazt a formát hozni, de 5 meccset nyert a saját súlycsoportjába a klubcsapat EB-n, és rengeteg pontot rúgott ő is, és alig kapott, tehát vagy 60 pontot rúgott, és kapott talán 20-at. Szóval nagyszerűen szerepelt ő is. És akkor ott van az Egyházas Andris, aki mind a két versenyen, a klubcsapat Európa-bajnokságon is, és a török bajnokságon is a súlycsoportjában juniorok között ezüstérmet szerzett, mind a kétszer döntőig verekedte magát, és azt kell mondanom, hogy a döntőbe is kiki alapon meccselt, és vesztett, de minden esetre ez a teljesítmény, ez ritka jó, mert az utánpótlás fiúknál nagyon kevés ilyen jó, és ráadásul huzamos időn keresztül produkációt. Ők hány évesek ezek a fiatal srácok? Az Andris ugyanannyi idős, mint Luca lányom, 16, 2000-es születésű, 17-edikben van idén. A Józsa Levente, ő most került át az IFIK-hez, tehát tavaly még kadett volt, ő volt, aki a kadett Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, tehát ő 14-et tapossa. Füredi Rebeka, ahogy említettem, 19 éves, tehát ezek azért fiatal tehetség, és ott van még a Berei Béla, aki 2 évvel ezelőtt kadett Európa-bajnok volt, most ő a nyílt török bajnokságon egy bronzérmet hozott, tehát azért a fiúk közül is végre azt lehet mondani, hogy néhányan döngetik az ajtót, igen. Mi van a elnézést kérek a hölgytől, a nagy öreggel, Kocsis Edinával? Kocsis Edina, hát a tavalyi év az vegyes volt, mondhatjuk úgy. A sikertelen olimpiai kvalifikáció után azért nem edzett ugyanolyan intenzitással, mint előtte, talán pihennie kellett egy kicsit. Az eredmények se úgy jöttek neki tavaly. Azt kell mondanom, hogy egyelőre idén sem, de hát nagyon az idény elején vagyunk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy volt már versenyen ezek szerint? Most ő is kint volt ezen a két versenyen, a klubcsapat Európa-bajnokságon és a nyílt török bajnokságon. Nem sikerült komoly eredményt, tehát dobogóra nem sikerült állnia, azt hiszem, hogy a
török bajnokságon 5. helyet ért el, 2 győzelmet aratott, ami a pontszámok tekintetében, a gyűjtés tekintetében azért fontos, meg éketes versenyen azért még ezért is tisztességes pontot lehet szerezni, de hát őtől értelemszerűen mindenki többet vár, a szakvezetés is, és hát a tekvandó szurkolótábor is, hiszen ő elkényeztetett bennünket hosszú éveken keresztül nagyszerű eredményekkel. Na most sikerül még neki visszatérni arra az útra? Ez csak tőle függ. Hogy látjátok? Mentálisan, milyen állapotban van? Tehát lehet rajta látni, hogy megvan benne az akarat? Nem tudok róla most ennél mélyebben nyilatkozni. Kell még egy kicsit beszélgetnünk, még azért az ő szakmai munkáját nézni kell. Az UTE csapata egy kicsit önállósította magát, tehát ők többet dolgoznak a saját koncepciójuk szerint. Most a világbajnokságig abban maradtunk, hogy ezt az utat nyugodtan kövessék a szakvezetés váltás, vagy szakvezető váltás miatt is. Ez június végén esedékes, Mugyuban, Koreában lesz. Akkor nem sokára. Hát nem sokára, igen. Hát most azért, valljuk be őszintén, a versenyzőknek addig produkálniuk kell, eredményt kell produkálniuk, mert úgy utaznak a világbajnoksága. Igen, hát akkor már sok, hát ezt is hozzá. Hát még azért sok verseny van, mert itt jó, van jó, csak akkor már úgymond, hogy formában rendül, rá hát most, a helyes most, útra, stb. Igen, hát már most időszerű, hát most itt a hétvégén a, hogy említettem, a nyílt szlovén bajnokság, 3 hét múlva a nyílt holland bajnokság, utána nem sokkal jön a U21-es Európa-bajnokság, ami mondjuk őt speciálisan nem érinti, de aztán április végén jön a President's Cup, amelyik második alkalommal kerül megrendezésre, ott akár még direkt kvótát lehet szerezni a világbajnokságra, aki az első helyet szerzi meg. Ők azonnal, független attól, hogy van-e másik válogatott versenyzője az adott országnak, elindulhat a versenyen, tehát gyakorlatilag egy-egy országot, egy-egy súlycsoportban akár 2 versenyző is képviselhet. Bízunk benne, Edinánál elég lesz annyi, hogy valamelyik versenyen elcsíp egy dobogós helyet, és akkor lehet, hogy ez egy olyanfajta lökést ad neki. Hát nagyon reméljük, mert azért hogy számítunk. Lehet, hogy ez, mert nem felejtett el. Hát nem felejtett el. Legfeljebb az edzés munkában nem tart még ott, ahol kellene. Mi bízunk benne és számítunk rá. Nem vitás, hogy néha keményebb visszaverekedni magát az embernek a spicre, mint ott tartani magát. Tehát azért ő neki a tavalyi esztendő így, hogy felemásra sikeredett, és inkább a pihenés volt az első felében a jellemző, a második fél évben is csak versenyezgetett. Most is még az edzés munka elején tart, tehát azt gondolom, hogy ha ő képes fölvenni újra ugyanazt a ritmust, amit korábban, akkor nem lehet probléma. Helyes. Ez csak rajta múlik. Esetleg nagy visszatérő Amerikából, vagy bárhonnan a világ másik részéről? Nagy visszatérőre számítunk Szalim Józsefre, mint nagy visszatérőre, de nem mint versenyzőre, hanem most a kedvezőbb anyagi körülményeink kapcsán hosszú évek óta tervezzük, hogy őt hazahívjuk egy rövid időre legalább, hogy edzőtábort vezessen a gyerekeknek, hogy lássák élőben is kvázi a legendát, és esetleg testvéröccse Gergő is vele jönne, és úgy tartanának egy 2-3 hetes, esetleg 4 hetes edzőtábort a mieinknek, ahol a teljes garnitúra ott lenne. Csak a nézők kedvéért pár gondolatot, ha már szóba hozta Szalim Jóskát, hogy miért is a legenda? Igen, hát ő volt az első olyan magyar versenyző, aki olimpiai, első és egyetlen olyan magyar versenyző, aki olimpiai kvótát szerzett, rögtön, amikor a sportágunk debütált Sydney-ben, igen, akkor ő 58 kg-ba kivívta az indulás jogát, és ott igazán bal szerencsésen versenyezve végül 5. helyen végzett, mert a bronz éremért folyó mérkőzésen eltörött a kéz középcsontja az első percben, a 3 menet elején. Gyakorlatilag úgy versenyzett végig, hogy ott a helyi hentesek és mészárosok nem tudták a helyére tenni rendesen az ujját, nem volt ott a csapatorvos valamilyen oknál fogva, és gyakorlatilag őrült fájdalmakkal dolgozott végig. Péres doktor utána az olimpiai faluba talán 1,5 órán keresztül dolgozott azon, hogy a helyére kerüljenek a csontok. Úgyhogy igen. Hát amellett azért többszörös Európa-bajnok, dán színekben, aztán magyar színekben is Európa-bajnoki bronzérmes volt,
Úgyhogy nagyszerű versenyző, és utána kiváló szakvezető is, mert hogy a londoni olimpiai csapatban, az angol olimpiai csapatban bizony a Mohamed Lotálo, azaz ő egyéni felfedezetje és tanítványa volt, de a Jay Jonesnak az olimpiai aranyérmében is oroszlán részt vállalt, tehát az ő munkája minden egyes angol versenyző teljesítményében bizony ott volt, és azért az angolok remekül szerepeltek Londonban a hazai pályán. Hozzá kell tenni, Jay Jones megvédte olimpiai bajnoki címét Rióban is. Tud róla, vagy még csak ha fejedbe fordult meg, hogy meghívjátok? Nem, tud hívjátok. Róla. Ő ült be Luca lányom mögé a Nyílt USA bajnokságon. Uh-huh. Mi azért folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele is és Gergővel is, és már megemlítettem neki, hogy örülnénk, hogyha tudnánk időt szakítani. Az édesanyja Dániában él, és a testvére is Dániában élnek változatlanul. Hát akkor innen könnyebb oda menni esetleg. Esetleg, de éppen a levélváltásunk kapcsán kiderült, hogy most inkább ebben az esztendőben úgy volt, hogy az édesanyja és a testvérei mennek ki az Egyesült Államokba. De hát ez nem zavar bennünket, mert adott esetben akkor ezt még mindig meg tudjuk oldani, akkor ide jön hozzánk, és legfeljebb innen megy mégis át Dániába. Nem úgy, ahogy eddig, mert eddig Dániában ment anyukájához, és ez még képlékeny, de hát a nyárra ez azért eléggé elhatározott programunk, hogy szeretnénk ezt nyílbe ütni. Kérdés persze, hogy az ő programjukat ez mennyiben üti, vagy nem üti. Minden esetre nyitott volt Józsi arra, hogy jöjjenek. Meg kell találnunk a megoldást rá. Zárásként hagytam, az végére hagytam a 2024-es olimpián, ugye úgy volt, hogy indulunk, megpályáztuk, ugye még most jelen pillanatban még ugye úgy van, de hát a észszerű logika ugye azt mondatja az emberre, hogy nagyon kicsi a szansz, hogy ha továbbra is partiban maradunk, akkor semmi fogjuk megkapni a most már egyértelműen a rendezésjogot. Ez akkor hogyan fog kihatni? Hogyan hathat ki? Mi erről egyáltalán a véleményed? Hát én borzasztóan fájlalom, hogy ide jutott ez a történet. Óriási várakozás volt. Én azt gondolom, hogy valamennyi sportot szerető magyar emberben óriási várakozás volt, és ahogy a pályázat egyre jobban előre haladt, ahogy a Budapest 2024-es csapat már összeállt, és Mizsér Attila sportigazgató vezetésével mondhatjuk azt, hogy napi kapcsolatban voltunk ezzel. Több olyan rendezvényen vettünk részt, ahol igazán autentikus személyek, Schmidt Pál, Fürjes Balázs, akik az egész projektben azért minden szempontból képbe vannak, rendkívül meggyőző előadásokon igazolták azt, hogy meg lehet Magyarországnak rendezni egy ilyen borzasztó nagy volumenű eseményt is, úgy, hogy az ország fejlődésére, jó kedvére, jó hangulatára, az embereknek az önbecsülésére, az pozitív irányban gyakoroljon hatást. Ezért én nagyon fájlom. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a sportágunk szempontjából sem lett volna mindegy, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak elvárása, hogy a kisportágakat, az adott országban úgynevezett kisportágakat, mint amilyenek mi is vagyunk Magyarországon, mert valljuk őszintén azért a víváshoz, vagy a öttusához, vagy a birkózáshoz, vagy az úszáshoz hasonlítva, mi kisportágnak számítunk. Ettől függetlenül az az elvárás, hogy ezeket is jobban segítse az adott országnak a sportvezetése. Talán ennek az eredménye, ez az úgynevezett sportágfejlesztési program kapcsán már idén ezt a komoly támogatást ezért élvezhetjük. Mondtam, hogy tegyétek belőle olyan félre, mert ha így alakul, akkor már jövőre nem kaptok, megint 10 milliót kaptok egy évre. Hát reméljük, hogy nem, reméljük, hogy az eredményeink is egyre javulnak azért, de hát mi ebbe azért nagyon nagy lehetőséget láttunk és éreztünk. A sportágunk koncepcióját is, hogy terveztük, az olyan volt, hiszen évről évre fontos szempont volt, hiszen a 2024-es pályázat vezetői többször tárgyaltak valamennyi nemzetközi szövetség elnökével, így a miénkkel is, sőt a VTF főtitkára tavaly ősszel itt járt Budapesten. Tehát mindenkinek az volt
az álláspont, hogy a legjobban úgy lehet egy sportágat segíteni, hogyha komoly nemzetközi eseményt rendez az adott országban. Tehát mi erre az évre megpályáztuk már a Kadett Európa Bajnokságot, meg is kaptuk, szeptemberben ezt meg is rendezzük, reméljük, hogy nagy sikerrel. Jövő évben terveztük vagy egy U21, vagy esetleg egy felnőtt Európa Bajnokságnak az elvállalását, következő esztendőre 2019-re egy Kadett Világbajnokságét. Sajnos arról lemaradtunk, mert ott olyan anyagi kötelezettséget kellett már a pályázat benyújtásánál vállalni, amit akkor nem tehettünk meg. Most, hogyha a sportágfejlesztési koncepció szerint megkapnánk azokat a támogatásokat, amik így vannak beütemezve, akkor szívbaj nélkül elvállalhatnánk, és azt gondolom meg is tudnánk rendezni. Hozzá kell tenni, egy Kadett Európa Világbajnokságon is 100 fölötti induló ország várható, ami azt jelenti, hogy 820 000 versenyző, legalább ennek a fele a kísérők száma, és legalább hasonló a fele a teljes létszámnak a szülőkísérőknek a száma. Tehát az egy 2000-es esemény lenne, amit azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. És aztán persze ugyanígy 2024-ig a junior világbajnokság megrendezése is bele volt a programba, Grand Prix, vagy esetleg Grand Prix finálénak a megrendezése. Tehát ennek olyan komoly következménye, mert látjuk, hogy az idei judo világbajnokság is 2 milliárd forintos költségvetési támogatásból tud realizálódni. Tehát egy felnőtt világbajnokság nálunk is, a 2 évvel ezelőtti Cseljabinszki világbajnokság 5 millió dollár volt. Tehát az nagyságrendben hasonló összeg. Szóval így kell kalkulálnunk, hát ebben reménykedtünk. Most, hogyha ez az olimpiai pályázat így teljesen elszáll, akkor félő, hogy ezek a reményeink, ezek a vágyaink, ezek a terveink sem ebben az ütemben tudnak megvalósulni. Ettől függetlenül nem fogjuk feladni, mint ahogy eddig se adtuk fel, és megpróbálunk a lehető legtöbbet teljesíteni, hogyha a fiataljaink beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és adja Isten Tokióba már esetleg nem csak, hogy ott vannak, hanem eredménnyel jönnek haza, akkor talán az ennek kapcsán kapott támogatások elegendőek lesznek arra, hogy ilyen volumenbe gondolkodjunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.